Szeretettel köszöntelek benneteket a tánccsoport nevében, és nagyon örülünk, hogy itt vagytok velünk. A 7. felvidéki bált gömöri táncokkal nyitották meg az egyesület tagjai. A 8. lenne, de ugye tavalyi évben nem tudtunk bált tartani, ezért a 7. üljük idén. Nagy örömünkre, mert hogy kell a csoportnak, kellenek a barátoknak, hozzátartozóknak. Sajnos nem annyian tudnak eljönni, ahányan szeretnének, mert ugye betartunk minden előírást, amit ugye kell. De itt vagyunk, és jól érezzük magunkat, és végre bálozhatunk. A művelődési háznak ugye vannak adottságai, tehát ide kényelmesen a 90-100 fő fér be. Hogyha ennél többen vagyunk, akkor az általános iskola étkezőjében szoktuk a bálunkat tartani. Most bőven elférünk itt a művelődési házban, de én azt gondolom, hogy így is jó, mert azért, aki szeret minket és el tudott jönni, az itt van velünk, és tudunk egy kis viszonzásképpen egy kis köszönetet, hálát mondani nem csak az egyesület tagjainak, hanem ugye mindazoknak, akik minket támogatnak, akik a barátaink, a családnak, hogy eljönnek, egy kis műsorral kedveskedünk nekik, ma este folyamán gömöri táncokat fogunk nekik bemutatni, és utána hajnalig szórakozunk, beszélgetünk, táncolunk. Kalmár Éva, az egyesület vezetője elmondta, nagyon megviselte a csoportot a tavalyi év, de amint lehetett, újult erővel álltak neki a munkának. Amikor ugye megnyíltak a lehetőségeink, akkor nem az volt az elsődleges cél, hogy most új koreográfiát tanuljunk, hogy ott folytassuk, ahol abba hagytuk, mert hogy nem is tudtuk volna, ugyanis hát ez az elmúlt egy év, ez rányomta a pecsétjét az egyesület életére, sokan lemorzsolódtak, akik maradtunk, ugye sokat felejtettünk, tehát újra össze kellett rázni eleve a csapatot. Hozzászokni ahhoz, hogy újra vannak kötelességek, vannak táncpróbák, tehát hogy jöjjenek az emberek, és szépen fokozatosan kezdtük újraépíteni a csoportot. Szerencsénkre és nagyon nagy örömünkre sok új kisgyerek, tehát elsősorban gyerekek csatlakoztak hozzánk, és csatlakoztak újra hozzánk régi táncosaink, akik ugye különböző okokból évekkel ezelőtt abba hagyták, akár családalapítás, akár ugye főiskolai, egyetemi tanulmányaik miatt felfüggesztették a táncolást, most ők is visszatértek. Most sem vagyunk sokan, de többen vagyunk, mint ahányan elkezdtük, és ez nagyon nagy öröm nekünk. Minden csoport, aki emberekkel foglalkozik, és ugye a lételeme az, hogy összegyűjjünk, hogy próbáljunk. Én azt gondolom, nem csak a mi csoportunk, hanem minden tánccsoport, minden énekkar, minden csoportosulás megsínli azt, hogyha újabb lezárások következnek be, de mi bízunk abban, hogy ez nem lesz. Ha lesz, akkor alkalmazkodunk és túlélünk, és bízunk abban, hogy utána ugyanúgy folytatjuk, ahogy abba hagyjuk. Ez a mai este nekünk elsősorban az összetartozást jelképezi, az egyesület tagjai között, illetve ide hozzánk tényleg azok jönnek el, akik valamilyen formán szeretnek bennünket, támogatnak minket, szimpatizálnak velünk, és tényleg, tehát nem mondhatjuk azt, hogy akár egy idegen is lenne itt a vendégek között. Nagyon jó hangulatú szokott lenni ez az este, és tényleg mindenki nagyon várja, ugye nagyon jó zenekarunk is van,
Én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog az Egyesület életében, mert a hétköznapokból egy kicsit kizökkent minket, tehát nem csak a táncpróba van ugye az életünkben, hanem egy kicsit a mulatságé, a szórakozásé és az önfeled beszélgetésé. Bye.